A vád szerint a férfi 2023. január közepén az esti órákban Szolnokon a közös lakásukban ittas állapotban összeszólalkozott 10 hetes terhes feleségével, mely során a fürdőszobában a nő fejét belenyomta az elkészített fürdővízbe, majd nekilökte a fürdőszoba szekrénynek, és két kézzel rálökte a vécére. Ezt követően a férfi két kézzel megragadta a felesége nyakát, és folytogatni kezdte a nőt, miközben félelemkeltés céljából azzal fenyegette meg, hogy megöli. A sértett bántalmazásának jelenlévő ismerősük vetett véget. Rövid idő elteltével azonban a vádlott ismét összeszólalkozott feleségével, aki ekkor már az ágyon feküdt, és ismét két kézzel megragadta a sértett nyakát, majd azzal fenyegette meg, hogy megöli. Ismerősük megpróbálta lefogni a férfit, de kiszabadulva a fogásból a férfi a combján több alkalommal ököllel megütötte a nőt. A feleség akkor közölte, hogy hívja a rendőröket, de a férj megfenyegette, ha ezt megteszi, megöli őt. Miközben a vádlottat a hívás megtételéig ismerősük lefogta, telefonon értesítette a rendőrséget, azonban ezt követően a vádlott ismét kiszabadult a szorításból, és a földre rántotta feleségét, majd miközben a sértett állt fel, a vádlott a 10 hetes terhes nőt kétszer hasba rúgta, annak ellenére, hogy tisztában volt azzal, hogy felesége várandós. A hölgy a bántalmazás következtében végül 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, azonban a fizikai bántalmazás és a pszichés trauma elvetélést is okozhatott volna, így súlyos egészségromlást eredményező testi sértés bekövetkeztének reális esélye fennállt. Az ügyészség vádiratában a tényállások alapján a testi sértésen túlmenően kényszerítés hatósági eljárásban büntettével és házastárs sérelmére elkövetett zaklatással is vádlottal szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki járásbíróság fog dönteni.